tisztelő számomra, hogy itt látok veletek. És ez a nap más, mint a többi. Egy mérföldkő és egy hatalmas lehetőség egyik. Hatalmas lehetőség arra, hogy a ma átadásra kerülő Nemzeti Kosárlabda Akadémia a Magyar Kosárlabdázás alapjaira. Példát mutassunk ne csak a világszínvonalú létesítményünkkel, de legfőképp professzionalizmusunkkal, fanatizmusunkkal, utánpótlás nevelő munkánkkal és húzóerővel. Az, hogy ez a Nemzeti Kiválósági Központ Bécsen épülhetett fel, nem véletlen. Edzői pályafutáson legsikeresebb periódusát, Ákossal együtt, ebben a városban éltem meg, azóta is példátlan az a sikersorozat, amit játékosokkal elértünk. A Pécsi Női Kosárlabda aranykorában nem az aranyérmeket tartom a legnagyobb sikernek, mint ahogy az előbb láttam magam a filmben is, hanem azt, hogy példaképek voltunk, egyfajta erkölcsi normát közvetítettünk, értéket teremtettünk évtizedeken át, komoly társadalmi hatásokat. Tisztelt pécsiek, a mai napon az önök városa ismét közelebb kerül ahhoz, hogy újra a magyar kosárlabda sport fővárosa legyen. Sokan vannak itt, akik személyesen is kovácsai voltak a nagy pécsi kosárlabda sikereknek, őket külön is tisztelettel köszöntöm. A diadalmenet mégis akkor kezdődött igazán, amikor a magyar kosárlabda, a Megyengedi László fene gyereke, Rád Géber László Újvidékről Pécsre. Amikor siker van, és valami nagy dolgot érünk el, és nagy egyéniségek jelennek meg, akkor van egy elvárás, hogy úgy kell csinálni, mintha inkább kisebbek lennénk. A siker is, meg mi magunk is. Van egy ilyen elhárítás, a nagyság, a büszkeség és a siker iránt egy ilyen kötelező álszerénység. Szerintem ez baj, amit valahogy le kéne dobnunk a várunkról. Az igazság az, hogy sikeresnek és nagynak lenni a sportban, álszerénységgel nehéz. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Mi szurkolók, ha önökre pillantunk, tisztelt fiatalok, akkor mi játékosokat akarunk látni a pályán, és nem játékszereket. Különösen nem magyar játékszereket.